A nyáron jelentősen átalakult Nyírbátor kezdte jobban a mérkőzést, az első félidő kétharmadában végig a házigazda vezetett. 12-9 után azonban megváltozott a játék képe, a Balmazújváros kíméletlenül kihasználta a hazai hibákat, így a szünetre már 15-13-as vendégvezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után nem sokkal, piros lappal kiállították Tamás Leventét, így még nehezebb helyzetbe került Tréki Tamás együttese. A Balmazújváros 4 gólosra növelte előnyét, de a bátoriak nem adták fel, és 23-23-nál utolérték ellenfelüket. Az utolsó 5 perc azonban a vendégeké volt, így a Nyírbátor 2 gólos vereséggel kezdte a bajnokságot. Úgy gondolom az elején könnyű gólokat szereztünk. Igazából ez egy tipikus első fordulós meccs volt, rengeteg technikai hibával mind a két oldalon. Ott talán a 3-4 gólos vezetésnél a saját butaságunk, én úgy gondolom, hogy amiatt mehettünk üres kapura, mi eldobtuk 25 méterről labdát, 4 helyet, 2 kiállítást kaptunk. Egy olyan szituációban egyébként, ahol tényleg növelhettük volna az erőnk, de ilyen nagyon sok volt. Ugye az újvárosiak ezt kihasználták, ugye arra készültünk, hogy a labdatechnikai dolgainkat rendbe tegyük, hogy ne tudjanak megkontrázni, ez egy gyors fiatal csapat, igazából a felállt-felállni védekezésünk hagyott azért kívánni valót magunk után, de kapuban Robi úgy gondolom nagyon jól megtámogatott bennünket, de nem tudtuk kihasználni. Ez miatt ugye futottunk az eredmény után, utolértük, csináltunk 2-3 butaságot, megint sajnos, és a végén, mire a 60 percet lefújták, ők álltak előnybe. Úgy gondolom, hogy ez bárhogy alakulhatott volna. A vendégek edzője szerint a védekezésben nyújtott teljesítményüknek köszönhető, hogy megnyerték a mérkőzést. Az elején is nagyon jól védekeztünk, de akkor még ültek a Nyírbátor játékai, és nem tudtunk ellene mit kezdeni. De folytattuk, nem adtuk fel, annak ellenére, hogy tényleg szinte az első 3-4 támadás folyamatosan gólt kaptunk. Jól mentünk, csináltuk tovább, és ahogy ők fáradtak, mi tudtuk tartani azt a jó védekezést, és azzal sikerült megfordítani a mérkőzést. A hazaiak csapatkapitánya is a sok általuk elkövetett hiba miatt volt bosszus. Saját magunknak köszönhetjük ezt a mai vereséget, mert a Balmazújvárosi srácok nagyon-nagyon megbüntettek minket a hibáink, még rengeteg kihagyott zicserünk volt, és szerintem ennek köszönhető a vereség. Küzdeni akarásból szerintem megint jelesre vizsgáztunk, de sajnos ezért nem adnak pontot. Nagyon sokat hibáztunk zicsereket, technikai hibákat, és szerintem ez ami okozta sajnos a mai este a vereségünket. A forduló további eredményei a következők: Deac 2 Hajdúböszörmény 45-40, Hajdúnánás Hajdúszoboszló 28-29 és Kisvárda Szikenyíregyháza 23-28. A második fordulóban a Nyírbátor Hajdúszoboszlóra, a Kisvárda pedig Hajdúböszörménybe utazik. A Szikenyíregyháza a Hajdúnánást fogadja.